Bár idén sem lehet petárdázni, nem lesz hangtalan az új év búcsúztató. A piacon széles a kínálat pirotechnikai eszközökből. Pécsen ma a katasztrófavédelem munkatársai ellenőrizték az árusító helyeket. Tűzi játékokat válogat ez a fiatal férfi. Színes, pattogó, forgó, hagyományos, úgynevezett méhecske, valamint magasban szétrobbanó égi szenzációk. Idén is széles a kínálat a szilveszteri pirotechnikai eszközökből. Ez a varázsvirág az egyik legolcsóbb és legkevésbé veszélyes eszköz. Minden csak a pénztárcától függ. Néhány száz forinttól egészen 30 ezerig lehet vásárolni az úgynevezett telepeket. Ezek a legkisebb telepek, ezek úgy működnek, hogy nagyon egyszerűen kell egy ilyen narancsárga részét meghúzni. Van ott egy kanóc, az segít a gyújtásban. Ezt egy nagyon picit kell rögzíteni, hogy ne tudjon elmozdulni, mert ha elmozdul, akkor onnan oda fogja lőni a 16 lövést, amerre elmozdult. Az összes pirotechnikai eszközt besorolták, amelyik zöld jelet kapott, azt egész évben lehet vásárolni. A kékeket viszont már csak ilyenkor, az év utolsó napján lehet megvenni, bár a pirotechnikusok szerint azok is veszélytelenek. Ha megfelelően használjuk őket, akkor semmi veszélyt nem jelentenek. Inkább az szokott lenni, hogy figyelmetlenek vagyunk, és nem tartjuk be a szabályokat, meg az elmondottakat. Pécsett a belvárosban szinte egymást érték az árusok. A katasztrófa védelem minden standot végigjárt. Azt ellenőrizték, hogy az eladók betartják-e a biztonsági előírásokat. Azt nézzük, hogy körbe kordonozták-e az árusító helyeket, jelölik-e a piktogramokkal, hogy ez tűz- és robbanás veszélyes anyag, illetve ellenőrizik azt, hogy rendelkeznek-e pirotechnikai képesítéssel az eladók, valamint a tűzoltó felvonulási területeket nézzük még az ellenőrzések alkalmával. Szabálytalanság esetén először csak figyelmeztet, azt követően azonban büntethet is a katasztrófa védelem. A veszélyesebb kategóriába tartozó pirotechnikai eszközöket december 31-én este 6 órától január 1-én reggel 6 óráig lehet legálisan felhasználni.